Jóval kevesebb hülye szabály, kevesebb bürokrácia legyen az életünkben. Ez nem egy hivatalba tévedt ügyfél kívánsága, hanem Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter szavai tavalyról, mikor bejelentette az Államreform 2 programot. A lakosság szempontjából legérdekesebb változások jövőre érkeznek. Olcsóbb, sőt, sok esetben ingyenes lesz bizonyos okmányok megszerzése. Vendégem a stúdióban Kozma Péter, megyei kormány akinek köszönöm szépen, hogy elfogadta meg Jó, Sokat beszéltünk már, főleg az Államreform 1 és Államreform 2 program kapcsán arról, hogy szolgáltató államot szeretne a magyar kormány. Azonban a ügyfelek részéről, vagy a lakosság részéről sokkal fontosabb kérdés az, hogy mennyi spórolhat, vagy mennyivel lesz ez olcsóbb. Mivel lesz olcsóbb az állami rezsicsökkentésnek nevezett program végén, milyen ügyeket intézhetnek olcsóbban a lakosság? Akkor kezdjük szerkesztő úr, a végén a most elfogadott bürokrácia csökkentő csomaggal, illetve az egyes eljárási díjak, illetve illetékek megszüntetésével. Most jelent meg a közelmúltban, ha jól emlékszem, a 12 közlönyben a országgyűlés által elfogadott törvény, amely egyes közigazgatási, államigazgatási díjakat, illetékeket eltörölt. Ennek az az előzménye, hogy minden okmányirodában, kormányablakban egy kérdőívet Adtunk a kedves ügyfélnek, ott megfordulónak, hogy soroljon fel kilenc olyan ügyet, ami fontosnak talál, illetve egyet magától írjon be, amelynek a dítételének eltörlését önmaga javasolja. Ennek a kvázi konzultációnak, véleménynyilvánításnak az eredményeként született meg a törvény, amely számos esetben, konkrét anyagiakban is könnyít az embereken. Ilyen például a ö, személyi okmány elvesztése esetén annak a újból kiváltása díjmentes lesz. É, a diák igazolvány elvesztése díjmentes lesz. De egy nagyon fontos dolgot ö, szeretnék elmondani, mi összefügg a ö, miniszterelnök úr most bejelentett lakásépítési áfacsökkentése, hogy tudnilik, 160 négyzetméter alatti hasznos alapterületű lakás építési engedélye, bontása, használatbavételi engedélyezési eljárása szintén illetékmentes lesz, illetve egyes cég telephelye és működésével kapcsolatos bejelentések szintén díjmentesek lesznek. Ez azt jelenti, hogy nem pusztán anyagilag jár jobban a honpolgár, hanem azzal is, hogy ezzel a befizetéssel akár kártyáról, akár postai úton végzi. Nyilvánvalóan ennek a befizetésnek az igazolásának a eltörlése is rövidíti az ügymenetet. Ez az országgyűlés által elfogadott költségvetésben tervezett kiadás elmaradás, ez 10 milliárd forinttal van tervezve, de itt a cél az volt valóban, hogy egyszerűbb, életszerűbb, gyorsabb legyen az ügyintézés, és az emberek helyzetét így módon is segítsünk, meg valljuk be, mindjárt előfordult majd valamilyen személyi okmányt elvesztettünk, és hát nagy bosszúságra sokat kellett utána járni. A másik, amit nagyon fontos a korábban elfogadott 106 törvény módosításával, hogy az egyes ügyintézési határidők rövidülnek, ami azt jelenti, hogy gyorsabb, hatékonyabb lesz az ügyintézés, és például megszűnik a, a kasszációs jog, a megsemmisítés a másodfokon, a másodfoknak mindenképpen az elsőfokú, Határozatot felül kell vizsgálnia, azt módosítani, kiegészíteni kell. Tehát megszűnik sok esetben az, hogy az eljárás újra első fokon indul, és megint hosszú hónapokba kerül, még jogerős határozat meghozatalára kerül sor, mondjuk adott esetben egy építési hatósági ügyben. Ugye, hogyha amikor megnyíltak az első kormányablakok, akkor sok kritika érte ezeket, hogy valójában ugyanolyan bonyolult és ugyanolyan nehézkes maradt az állami csak az állampolgár ezzel nem találkozik, mert egy helyen intézheti. De akkor az azt jelenti, hogy a háttérben is módosultak a szabályok, és maga az állami is sokkal egyszerűbb és rövidebbé váltak azok a metódusok, amiket az ügyintézőnek, illetve a kormányhivatal alkalmazatainak kell ellátni. Azzal kell kezdenem, hogy amikor itt 2011. január 3-án megnyílt a az első generációs kormányablak, akkor azt hiszem 36 ügy fajtában fordultak a honpolgárok a kormányablakhoz. Ma ez 470 körül mozog. Azóta egy második generációs informatikai hátterű hálózat lett kiépítve, mind a 22 kormányablak, 21 kormányablakban 20 helyszínen, mert nyíregyházán kettő van. És az elején ugye négy kormány indultunk. Ma, maga a számuk is azt jelentik, hogy, hogy óriási fejlődés ment ezen a területen is végbe a kormány, hivatal életében, de ez az informatikai támogatottság, amely most kilett építve, és az a nemzeti jogszabálytár és tudástár, amelyel a kollégák várják az ügyfeleket, azok alkalmasak arra, hogy valóban egy ablakos ügyintézés legyen. És most azon dolgozunk, kollégák azon dolgoznak, hogy melyek azok az ügyfajták még, amelyek terhelhetik akár az ügyintézőt, akár az egész informatikai rendszert, hogy valóban csak egyszer egy helyre kelljen bemenni a kérelmezőnek, az ügyfélnek. És azt, hogy interneten tudjon akár ügyet intézni az ügyfél kapunk keresztül, tehát be se kelljen mennie a kormányablakba adott esetben a kérelmezőnek. A kormányhivatal, gyakorlatilag a kormányablakok már a, az integrációja, integrációjának a, 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 végeredményét mutatják, ami az állami gazgatásban bekövetkezett. Uh, idén is kerültek még a kormányhivatalhoz szervek. Lezárult az integráció, és hát ezek szerint akkor ez jól sikerült. Milyen tapasztalatokat lehet elmondani az elmúlt egy évről, illetve arról az integrációról, ami végbe ment? Az ez év április első éve megvalósult integrációt, a kormány nyár végén, az összelején értékelte is, Sikeresnek minősítette. Egy külső és egy belső integrációról van szó. Adott szervek kerültek a kormányhivatalhoz, ilyen például a környezetvédelmi felügyelőség, mint főosztály bekerült a rendszerünkbe, illetve megszűntek az önálló igazgatóságok, megyei igazgatóságok, úgy mint a munkahogyi igazgatóság, munkavédelmi igazgatóság ezek főosztályi szinten alakultak át, miként a törzsivatal is, ez azt jelenti, hogy a vezetői szintek egyharmaddal csökkentek, 191 néhány vezetőből 120 egy néhány vezetői szint jött létre, ugyanakkor a törvényalkotónak a másik fontos célja volt, és ez valósult meg, hogy a hatáskört címzetje, az a kormány megbízott, illetve a járási hivatal vezető. Ezáltal tehát egyértelmű felelősségi viszonyok és hatásköri viszonyok jöttek létre. Ez a lefordítva a honpolgár nyelvére azt jelenti, hogy kevesebb kézen keresztül megy egy ügymenet, a előterjesztői döntési jogosultság az egyszerűsödött, azaz az ügyintézési határidőt is ö, igyekeztük lerövidíteni. Ez a, az integráció arról szólt. Ugyanakkor az önkormányzatoktól átkerült például a foglalkoztatás helyettes támogatások és egyes család ö, támogatások és lakásfenntartási támogatások a mágból, a Magyar Állam Kisztárból kivált egy ö, osztály, amely ezzel foglalkozik hogy csak érzékeltessem, hogy milyen számokkal dolgoztunk, amikor április húsvét előtt kellett utalni, országos szinten 600 ezer utalás kellett intézni, vagy banki úton, vagy postai csekk utalmány formájában. Ebből a 600 ezerből országos szinten 2000 volt az, ami hibás volt. Adott esetben az ügyfél elköltözött, tehát ilyen technikai jellegűek. Tehát elmondhatom, hogy itt a megyében is ez az átállás sikeres volt, hála a kollégák megfeszített munkájának, és mindenki időben megkapta a támogatását, hangsúlyozom megszűnt a készpénzes kifizetés az önkormányzat által, mindenki banki úton vagy postai úton kapja az állam által nyújtott támogatásokat, következésképpen átlátható rendszer jött létre, és a kettős támogatás rendszere így kiküszöbölhető. Tehát egyszerűsödtek a szabályok, és mondhatjuk azt, hogy január 1-től olcsóbb is lesz az állampolgárnak ügyet intézni. Kormánybegyőzött úr, köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm a lehetőséget, és áldott karácsony ünnepeket kívánok mindenkinek.